Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy azonnali szerelmi jóslás, ami mutatja a jelenlegi helyzetet és a közeljövőt. Megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható egy uralkodó nő. Ez jelentheti a te hozzáállásodat, hogy uralkodsz a helyzet felett. De jelenthet egy hölgyet az ő környezetében, aki megpróbál uralkodni fölötte. Ez lehet az anyukája, ez lehet a volt feleség, ez lehet a főnök nője is. De ti összetartoztok, hiszen itt látható a király és a királynő, sőt, mindkettőtöknél ez az arany táler van a kezetekben, és ez azt jelenti, hogy összetartoztok. Ami fontos mindkettőtök számára, hogy meglegyen az anyagi biztonság, egy jó munkahely, megkapjátok az elismerést, a megbecsülést, és amit a kártyák még jelentenek, a föld elemét. És a föld eleménél reális dolgokról van szó. Ha megvan itt a vonzalom, az érzelmek, a szerelem, akkor mindkettőtöknek fontos a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. De nem szabad elfelejteni, hogy a háttérben még ott van ez az uralkodónő. Sőt, itt is látható a szerelmi kapcsolat kettőtök között, és a háttérben újra megjelenik ez a nő, figyel benneteket, vagy féltékeny, vagy irigy rátok. Itt összeomlik valami, hiszen itt erre utal ez a torony, de nem kell félni az eseményektől, hiszen a varázsló itt megjelenik, átvizsgál még valamit, és segít, hogy itt legyen egy varázslatos kisugárzás, a varázslatos vonzalom kettőtök között, és egy új kezdet. És itt látható is, hogy miután itt összeomlik valami, akkor lesz majd egy új kezdet. Lehet, hogy nála lesznek ezek az események, hogy eltávolodik az uralkodó nőtől, aki megpróbál uralkodni felette, elfoglalja a helyét az életben, megvan ez a magabiztos fellépése, mint egy király, de te is királynő vagy itt, úgyhogy légy büszke, mint egy királynő, és foglald el a helyedet. Itt ezen a képen, és itt is mindkettő utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt kialakul, kiépül valami. Itt érzelmekről van szó, szerelemről, itt az anyagiakról, vagy a biztonság érzetéről. Sőt, megjelenik itt a sors kereke, hogy lesz egy sorsdöntő fordulat. Itt látható a közeledés, mély érzelmekről van szó, sőt, ami nekem tetszik ezen a képen, hogy a harmadik személy nem látható, tehát kilép az életetekből. Még valaki közeledik hozzád a múltból, mert ez a kártya jelenti az emlékeket, a múltat, sőt, az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. Ez egy másik személy. Itt nem a királyról van szó, hanem valaki másról. De szerencse lesz, ezt mutatják itt a csillagok, és jelentik az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt megjelennek az érmék, jelentik az anyagiakat, a jólétet, a nyereményeket, a megbecsülést, de még vannak korlátozások, hiszen vannak itt félelmek nálad, ha te egy hölgy vagy, hogy valami összeomlik, és lehet, hogy tesztek egy lépést előre, elveszítitek a talajt a lábatok alatt, tehát megjelenik nálad a félelem, a bizonytalanság.
de vedd kezedbe ezt a kardot, vágd el a korlátozásokat, a félelmeket, a bizonytalanságokat, bízd mindent a sorsra, hiszen itt van melletted a sors kereke, és a varázsló is segít abban, hogy minden úgy alakuljon, ahogy itt a csillagokban meg van írva. Legyen meg itt a belső nyugalom, a belső egyensúly. Itt lesznek változások a munkahelyen, meg lesz a biztonság érzete, azon kívül valami változik a párkapcsolatban is. Itt a kart jelent fontos döntéseket, itt tisztázódnak a dolgok, lesz kommunikáció, és figyelj oda a saját értékeidre, hiszen te is tudsz nyújtani valamit. Megvan a tehetséged, szorgalmas vagy, megkapod az elismerést, azon kívül a szerelemben is szerencse lesz, hiszen ez a férfi ott van a közeledben, ott van melletted, és rendeződnek a dolgok, sőt, valaki még a múltból is gondol rád, és tervezi azt, hogy visszatér hozzád. De te fogod hozni itt a döntéseket, hiszen a kard ott van melletted, és te szeretnél majd tisztázni valamit. És figyelj oda a saját értékeidre, és őrizd meg a belső harmóniát, a nyugalmat. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!